Tusz dráma Szomáliában. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. Világmegmentés az űrben. A földön kívüliek támadása majdnem elpusztított minket. Nem engedhetjük, hogy ez újra megtörténjen. Harca Pandorán újra töltve. Orich is rolling and there's no stopping him. We're going up against gunships with bows and arrows. I guess we better stop him. Zebra kaland Zambéziában. Igenis, szerzek csíkokat a varázstavacskánál. A varázstavacskánál! Csíka! Hajótörés a jeges tengeren. Sziasztok! Íme az ennyi úti céljai ezen a héten. Egy amerikai teherhajó ringatózik a vizen Szomália partjainál. Philips kapitány és legénysége mégsem gyönyörködhet a fodrozódó hullámokban, mert hemzseg a víz a kalózoktól. Torokszorítóan emberi igaz történet Tom Hanks-el a főszerepben. Everything okay? I don't like the look of that. They're coming in fast. Hajóeltérítő és emberrabló kalóztámadásokról a karib-tengeri bagázs juthat eszünkbe. Az ápolatlan, olykor szó szerint foghíjas tengeri haramiák megspékelve Jack Sparrow rumos lehelletével. Ez a sztori viszont 2009-ben játszódik. Valódi martalócok valódi fegyverekkel indulnak a fekete gyöngy helyett a Merks Alabama ellen. This is Merks, Alabama. We are an unarmed freighter. We have two skiffs approaching with armed intruders. Potential piracy situation. Copy, Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready. Is that it? Chances are it's just fishermen. They're not here to fish. A forgatókönyvet az igazi Philips kapitány könyve a Captain's Duty alapján írták. Az emberei egy ideig hősiesen védték ugyan a hajót, míg végül a kapitány felajánlotta saját magát túszként, hogy mentse a legénysége életét. Fura érzés magamat figyelni, miközben a saját halálomra készülődök. De nem fogom hagyni, hogy ezek az emberek elvegyék az életemet, a családomat és mindent, amit szeretek. Írta a kapitány a könyvben. Listen up. We have been boarded by armed pirates. If they find you, remember, you know the ship. They don't. Stick together. It will be all right. Tom Hanks számára nem ismeretlen a fogságba esett áldozat szerepe. Volt már korábban egy szigetfogja a Számkivetetben, de ejtette rabul egy reptéri váróterem is a terminálban. Várhatóan most sem kell benne csalódnunk. Viszont a szomáliai szereplőgárdának sincs oka szégyenkezni. A másik kapitányt játszó hazájában sofőrként dolgozó Barkad Abdi valószínűleg ezután a volán helyett hátsó ülésből élvezheti majd a limuzin kényelmét. Everything gonna be okay. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? Könyvadaptációkból úgy tűnik kiút erre a hétre.
A végjáték Orson Scott Card 1985-ös regényéből készült. Elnyerte a Hugo és Nebula díjakat is, melyek igen rangos elismerések a sci-fi műfajban. Hamarosan megtudhatjuk, hogy a filmverzió felére ehhez a szinthez. Az USA-ban minden esetre a hétvégi vetítésen 28 millió dolláros bevétellel nyitott. Ismerik a stratégiánkat. Rájöttek a gyengeségeinkre. A földön kívüliek támadása majdnem elpusztított minket. Nem engedhetjük, hogy ez újra megtörténjen. A függetlenség napja óta tudjuk, hogy hiába várunk haverkodni akaró ítéket az űrből. Ők otthon ülnek a nyálkás kis popójukon egy másik galaxisban. Hozzánk valahogy mindig csak a marcona alienek jutnak el, akik harapnak, lőnek, meg a sok kezükkel hadonászva szépen leigázzák az egész bolygót. A túléléshez egy újfajta katonára van szükségünk. Olyanra, aki nem úgy gondolkozik, mint mi. Aki nem fél attól, amitől mi. Akire az ellenségünk nem számít. A világ sikerűkönyv alapján. Ilyen zsenikre van szükség, Ender. Te leszel az eddigi legkiválóbb parancsnok. Nem én vagyok az első. Nem. A Földet 70 éve megpróbálta elpusztítani egy földön kívüli faj. Most azonban felkészül az emberiség a következő csapásra. Szüleiktől elszakított gyerekekből képez neki katonákat egy titkos űrbázison. Űrspárta intergalaktikus kivitelben. De te leszel az utolsó. Issa Butterfield. Mindent megteszek, hogy megnyerjük a háborút. Az Oscar-díjra jelölt Hailee Steinfeld. Az Oscar-díjas Ben Kingsley. Az Oscar-díjra jelölt Viola Davis. Tényleg nem érdekli, hogy még csak gyerekek. Az Oscar-díjra jelölt Abigail Breslin. Ender Wiggins küldetése tehát, hogy nevéhez méltóan befejezze ezt az egész cirkuszt. Ahhoz, hogy csendes gyerekből kegyetlen gyilkológéppé meg félelmet nem ismerő deszantossá váljon, segítségére van maga Indiana Jones. Az Oscar díjra jelölt Harrison Ford. Ha sikerrel jársz, hősként fognak emlékezni rád. Ha azt mondom Izland, te azt mondod? Vagy inkább csak mondanád a kimondhatatlan nevű vulkán nevét, ami 2010-ben szépen leállította Európa teljes légiforgalmát. Valószínűleg keveseknek jut eszébe emellett az izlandi rendező Baltazar Kumakur neve, aki mellesleg úgy ötvözi az amerikai és izlandi filmeket a munkásságában, mint hazája e földrészek kőzetlemezeit. Til að koma með restina. Ný kokkur. Kanntu hvað elda? Eiginlega ekki, sko. A két kaliber rendezője most a hollywoodi dollármilliók és a sztárok helyett izlandi koronás költségvetést és a helyi színészeket választotta. És talán nem is döntött rosszul. A látványvilágát már most olyan nagy előddel egy napon említik, mint James Cameron. Það var að horfa á ókindinu. Já. Og? Það er að fara út. Ekki segja mig hvernig hún endar. A jeges-tengeri hullámokat nem is nagyon kellett trükkökkel tuningolni, mikor maguk alá temették a kis halászhajót egész legénységével együtt. A csodával határos módon azonban egyikük mégis életben maradt. A történet valóban megtörtént eseményeken alapul.
varstu lengi í sjónum? Nokkra klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Gulinak szembe kell néznie a gyászoló családokkal, és a megmenekülését elemezni akaró tudósok hadával. Értetlenül áll a reflektorfényben. Döbbenten nézi a körülötte kialakult nagy érdeklődést. Ő csak az életéért küzdött. Próbált túlélni az embertelen körülmények között, a fagyos vízben és a haláltorkában. Ert þú ekki hann ágið sem að syndi hann að Vestmanni? Sundlaugur. Hvernig rannsaka með þessu kraftaverk? These are some volunteers who signed up for the tests. Royal Navy. Þú erum frægur. Eila þjóðhetja. Gerði nú ekki annað en að bjarga sjálfum mér. Eða ekki allir reynd að gera það. Lehet, hogy láttunk már hasonlót. És talán a főszereplő Olafur Dali Olafsson sem a Clooney-féle sárma, sem a jól csengő nevével nem rendelkezik. De a gyönyörű izlandi környezet és az, ahogy 4D nélkül is érezni a jeges, fagyos levegőt, kárpótol minket még George hiányáért is. Aki az izlandi levegő helyett Pandora levegőjét szeretné letüdőzni, annak ott az Avatar 4D. Az új 4D technológia a 3D-re épül, kiegészülve fizikai elemekkel. Egy koreai vállalat fejlesztése, így hát szóli barátaink már 2010-ben is borzoltathatták fürtjeiket a pandorai széllel. Emellett hidraulikás székekkel mixeltethetjük össze a gyomrunkban a popcornt a kólával a mozgalmasabb jelenetek közben. Akinek pedig ez sem lenne elég, az ezerféle illatból vegyített aromát cippanthat az orruregébe. Reménykedjünk, hogy Jake Sully's a csákszag és Navi szájszag eszencia nincs köztük. The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Marine in an avatar body. That's a potent mix. You get me what I need, I'll see to it you get your legs back. Your real legs. Hell yeah, sir. Looks like you. This is your avatar. Engem már egy hangosabban szuszogó nézőszomszéd is tud zavarni. De aki kevésbé neurotikus, az biztosan fogja élvezni a vízes, bubis, szellős közeget. Félreértés ne essék, én is ájuldoztam a gyönyörűségtől az Avatartól, sőt, íme a bizonyíték arra, hogy a Navik bizony még XXL-es méretben is sztárok. Néha elképzelek egy animációs filmes brainstormingot. Srácok, az a szitu, hogy össze kéne hozni egy evolúciós zsákutcát. Alapvetően annyi a lényeg, hogy Darwin forogjon a sírjában. Eresszünk össze olyan állatokat, akik normális körülmények között mancspacsizás helyett egymás gyomrában kötnének ki. Mondjuk kartfogú tigris lajhárpárosítás, vagy oroszlán kölyök szurikáta öribarik. Ezután lesz melója bőven a biosztanároknak, hogy kiverjék a nebulók fejéből ezt a torz Disney táplálékláncot. De se baj, enélkül nem jöhetett volna létre ez a zebrás kumba sztori sem. Zambézia madárvárosa mellett, a legendák földjén. Szülünk! Egy csintalan, de csíktalan zebra csikó látta meg a napvilágot. Papa, mi történt? Mi? Nincs ki az összes csíkja? Mit jelent ez? Ó, ez nem jó jel. Ha nincs csík, nincs eső. Íme egy új információ a biológia órákra. A zebrák bizony rasszisták. Csík nélküli négy lábunk felkerekedik hát, és neki indul a varástóhoz megkeresni a csíkjait. Párosujjú cimboránkat ezzel a szöveggel bármelyik diliházban tártkarokkal, akarom mondani patákkal várnák. Ő azonban inkább nekivág a kalannak. Igenis, szerzek csíkokat a varástavacskánál! Ne, a varástavacskánál! Csíka! Ez lesz a jó irány! Rátalál egy hatalmas, gyönyörű vidékre.
A brainstorming meg igen jól sikerült filmeséknél, mert Kumba mellé szegődik útközben a fél állathatározó lexikon, a szirti borsztól a bozóti nyúlon át a gnúig. Köszönöm figyelmeteket, jövő héten újra találkozunk. Ennyi. Te vezetsz minket az itatóhoz? Olyan szomjas vagyok, hogy bármilyen pocsolyával beérném. Csomó új barátra. Apu, ki ez? Elképesztő. Itt csak engem fenyeget a kihalás veszélye.